Jön a beadás Eppel felé, Eppelból int, gól! De micsoda gól! Szépen át a hosszúba, ahogy tanítják. Rögtön a harmadik percben tehát vezet a Honvéd, kegyetlenül bevágta Eppel a labdát. Na nézzük az újabb büntetőt. 2-0, ezt is nagyon magabiztosan értékesíti Eppel. Bár elég ártalmatlannak tűnt a szituáció, végül megítélte a büntetőt, Eppel Mártonnak pedig megvan a gólja volt csapata ellen, és ezzel kiegyenlíti a mérkőzés állását. Eppel megfordíthatja a meccset, és meg is fordítja, 2-1 a Honvédnak. Hosszabbításban jött a slusszpoén, Eppel Márton kibújt a vasas védők mögül, és megszerezte a győztes gólt a Honvédnak. Na most talán picit felborulhat a vendégvédelem, jön is a fejes, és óriási gól! Egy váratlan megmozdulás, és Eppel Márton találatával 1-0-ra vezet a Honvéd. Eppel Márton a labda mögött, Petkovic vele szemben, 78. perc, belövi Eppel, a kapu közepébe bombáz, és így gólt szerez volt csapata ellen. Eppelnek az egy tökéletes passz, Eppel mellé lát, az Eppel gól! A 85. perc legelején megtöri a csendet a Honvéd. Eppel pedig tempó előnyben, Eppel lövi el gól! És Eppel gólt lő a Ferencvárosnak. Zsótér megtolja Polgár mellett, Zsótér középre teszi, és végül gól, Eppel! Hát micsoda szerencséje van a Honvédnak itt a 88. percben! Eppel. Eppel gyorsít fel. Eppel még. Láncafáme forgolódik, és adja be a labdát. Eppel felé! Fenn van! Megszerzi a vezetést Eppel! 1-0 a Honvédnak! Eppel kap egy jó indítást. Eppel helyzetben visszaveszi. Eppel gól! Ő is betalál, nem csak Láncafáme. 4-1-re vezet a Budapest Honvéd, és ez most már így kiütés. Eppel gólhelyzetben, lesz-e 2-0, Eppel még, igen! 2-0 a Honvédnak, 25. perc, és Eppel újabb gólt jegyez, immár 14 gólos. Ott a fejes, és ott a negyedik! Eppel Márton, 4-2, és itt a vége, fuss el véle! Láncafáme szépen teszi ki. Ikeneking adja be. Eppel, gól! Vezet a Honvéd! A gólkirály jelölt, és minden valószínűség szerint gólkirály. Lehet, hogy a bajnoki aranyat jelentő gólt szerezte meg.